Szeretném bemutatni nektek a mai videók főszereplőit, Hót Júliót és Hót Júliát, és még egy van belőlük a hátam mögött. Az Osannal együttműködésben készítem ezt a videót, és nekik már harmadik éve tart az adománygyűjtő jótékonysági kampányuk. Minden évben a Tűzoltó utcai gyermekklinikának ajánlanak föl az összegyűlt összeget, és idén kiegészítették a nagyon cuki megjelenésüket kórházi öltözetekkel, ezzel is tisztelegve a kórházi dolgozók előtt a kemény munkáért, amit az elmúlt másfél-két évben végeztek. És így lett egy kis orvos Júliónk, egy műtős Júliánk, egy mentős Júliónk és egy nővérke Júliánk. És a mai videóban ezeknek fogok egy báb színházat készíteni, egy színházi falat, hogy ezekkel lehessen játszani. Természetesen, hogyha ezt a színházi, báb színházi falat elkészítitek, akkor a saját, akár a saját plüsseitekkel is játszhattok vele. De amúgy az egésznek az elkészítése egy nagyon jó kis családi szórakozás lehet, úgyhogy mondjátok be a szüleiteket, barátaitokat, és készítsetek együtt egy ilyen kis színházi előadáshoz is alkalmas díszletet. Minden hód megvásárlásával egyébként 500 forinttal támogatjátok ezt a jótékony ügyet, úgyhogy ebből a szempontból is érdemes valamelyik Júliót vagy Júliát beszerezni, és utána természetesen feltétlen készítsétek neki el ezt a díszletet. A díszletet szükségetek lesz mindenképpen kartonpapírra, természetesen akár dobozt és kartondobozt újrahasznosíthattok, sőt, javaslom, hogy tegyétek ezt. Ezen kívül még szükséges valamilyen filctól, fekete filc szerintem az alap, de hogyha van színes, az is a rendelkezésedekre áll, akkor azzal is rajzolhattok. Akár persze lehet festeni is, vagy színes papírokkal, szalvétákkal dekorálni, tehát itt majd én egy alapot adok, egy inspirációs alapot, de érdemes bőven-bőven tovább fejleszteni ezt, mint egy festővászon, majd úgy vegyétek ezt a kis kirakatot, és ezen kívül vagy olló, vagy snitzer, a kivágáshoz viszont kérjetek szülői segítséget, és ezzel is be tudjátok vonni őket az alkotásba. Először felszerkeztem egy ceruza és egy vonalzó segítségével a díszletemnek a körvonalait. Ehhez most kiinduló pontként magát a gyermekklinikát, illetve annak a homlokzatát fogom használni, azt egy kicsit leegyszerűsítve. Ehhez kimértem, hogy a hódok egy körülbelül 20 cm széles ajtón már beférnek, ezt ugyanolyan ívesre készítem, mint a klinika ajtaját, és emellé kerül majd 3-3 ablak a földszintre és az emeletre. Amikor az elrendezés megvan, akkor döntöm el, hogy melyik részét fogom kivágni, és melyik részét hagyom meg. A kivágott részekkel nem foglalkozom, majd a végén fogom kivágni, viszont azokat a részeket szépen kidíszítem egy fekete filc segítségével, amik megmaradnak a díszleten. Elkészültem a kontúrok megrajzolásával, jöhet a vágás. Ezt egy snitzerrel fogom elkészíteni, itt mindenképpen felnőtt segítségét kérjétek. És szépen óvatosan a rajzolt kontúrok mellett az ablakokat, illetve az ajtót körbevágom. Elkészültem a végeredménnyel, innen lehet még festeni, ragasztani, díszíteni, hogy elnyerje a végső külsejét, most viszont hívom a többi hódot, hogy lakják be a helyszínt. Ha elkészültetek a díszlettel, akkor játszatok egy exkluzív báb előadást a családtagjaitoknak, akár egy komplett mesét is lehet hozzáírni és azt előadni. Egyébként ezekhez a hódokhoz Dragomán György és felesége is írt meséket, ezt megtaláljátok az Osan oldalán, a leírásban letesszük a linket, szuperhősökké válnak ezekben a mesékben, úgyhogy érdemes megnézni. Remélem, hogy tetszett ez az inspiráció, és egy nagyon jó kis családi délutánt varázsoltok ebből. Mutassátok meg a végeredményt, ha van kedvetek a Meriakotti hashtaggel, és ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra, hogy legközelebb is találkozhassunk. Sziasztok, szép kreatív napot!